Bonjour tout le monde. Jó napot mindenkinek! Vous entrez dans une chambre obscure. Beléptek egy sötét szobába. Vous essayez de chercher votre chemin. Próbáljátok kitapogatni az utatokat. Votre table, votre lit. Az asztalotok, a széke, az ágyatok. Vous voulez travailler. És dolgozni szeretnétek. Votre computer, il n'y a pas d'électricité. Ott van a számítógép, de nincsen áram. Que faire? Mit tegyünk? Très simple. Nagyon egyszerű. Allumer l'électricité. Kapcsoljátok fel a világot. Quelle est la différence entre une chambre éclairée et une chambre obscure? Mi a különbség a világos szoba és a sötét szoba között? Rien. Semmi. Les meubles sont les mêmes, tout est le même. A bútorok ugyanazok, minden ugyanaz. Mais l'électricité, cette petite lampe en haut. Csak a világosság, az a kis lámpa odafön. Az mindent megváltoztat. L'esprit que nous célébrons aujourd'hui en cette fête de Pentecôte. A Szentlélek, akit ma ünnepünk pünköstkor. Se manifeste comme une lumière. Úgy nyilvánul meg, mint a fényesség. Et la lumière change tout. A világosság mindent megváltoztat. C'est la même. C'est même la première des créatures de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Egyébként ez volt Isten első teremtménye. Isten azt mondta, hogy legyen világosság, és lett. Voilà une première manifestation de l'esprit. Ez a lélek első megnyilvánulása. Deuxième manifestation, c'est l'esprit comme souffle. A második megnyilvánulása a lélek, mint szél. Qu'est-ce qui vient derrière le souffle? Mi van a szél mögött? Là encore, une petite comparaison. Itt is egy kis hasonlatot mondok. Un homme est vivant, et puis tout à coup, paf, il est mort. Un homme est vivant. Egy élő ember egyszer csak összeesik és meghal. Le nombre de cellules est le même, les organes sont les mêmes, l'homme est le même, mais... Ugyanannyi sejtje van, ugyanannyi szerve van, az ember ugyanaz. Dans le premier, il y avait l'esprit, dans le second, il n'y a plus d'esprit. De az elsőben ott volt a lélek, a másodikban nem. L'esprit change tout. A lélek mindent megváltoztat. Où est l'esprit? Hol van a lélek? Où est l'esprit en toi? Hol van benned a lélek? J'apporte un scalpel, j'essaye d'ouvrir, je cherche l'esprit. Hozok egy szikét, kinyitom a testet és megnézem, hogy hol van benne a lélek. Et quand j'aurai fini de chercher, tu seras morte. A kutatásom végére már halott leszel. L'esprit, il est partout et il n'est nulle part. A lélek ott van mindenhol és nincs sehol. L'esprit change tout. A lélek mindent megváltoztat. Je reviens à l'histoire d'aujourd'hui. Visszatérek a mai történethez. Les apôtres sont réunis dans une salle comme celle-ci. Az apostolok összegyűltek egy olyan teremben, mint ez. Ils ont suivi les enseignements de Jésus pendant 3 ans. 3 éven keresztül követték Jézus tanítását. Ils ont vécu avec lui du matin au soir. Reggeltől estig vele éltek. Ils ont entendu tout son enseignement. Hallották minden tanítását. Mais ils comprennent rien. De semmit sem értettek. Pourquoi? Miért? L'esprit n'est pas encore venu. Mert a Szentlélek még nem jött el. Et les voilà dans cette salle, enfermés, et tout à coup, boum, l'esprit descend. És ebben a teremben bezárkózva egyszer csak eljött a Szentlélek. Tremblement de terre, la maison bascule. Földrengés, megremegnek a falak. Et puis, ces gens-là, qui étaient complètement peureux. És ezek az emberek, akik egészen gyávák, féltek, rettegtek.
Pierre lui-même, qui était absolument terrifié devant une servante. Péter, aki maga is egészen megrettent egy szolgáló lánytól annak idején. Ils sortent, ils ouvrent les portes, les fenêtres et ils se répandent dans Jérusalem. Most kinyitnak ajtót, ablakot és kimennek és egész itt Jeruzsálem szerte szónok vannak. Et ils proclament Jésus-Christ. Hirdetik Jézus Krisztust. Pierre, qui a eu peur devant une servante. Péter, aki remegett egy szolgáló lány előtt. Il affronte les foules. Most szembenéz a tömeggel. Il prêche Jésus-Christ. Hirdeti Jézus Krisztus. On le met en prison. Bebörtönzik. On lui demande de se taire. Azt ráparancsolnak, hogy hallgasson. Il ne se tait pas. De nem hallgat. Il dit, nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu. Azt mondja, hogy nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'ancien Pierre et le nouveau Pierre? Mi történt a régi Péter és az új Péter között? L'esprit. A Szentlélek. L'esprit. A Szentlélek. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Envoie ton esprit et tu renouvelas la face de la terre. » Van a Szentírásban egy mondat, hogy Urunk, küld el a Szent Lelket és megújítod a föld színét. Nous ici réunis. Mi itt, akik összegyűltünk. Nous avons reçu les enseignements de Christ. Hallottuk Krisztus tanítását. Suivi le catéchisme. Itt tanórára jártunk. Écoutez les sermons du dimanche. Hallottuk a vasárnapi prédikációkat. Nous avons toute une formation chrétienne. Keresztény képzést kaptunk. Alors, pourquoi est-ce que nous ne rayonnons pas? Akkor hát miért nem sugárzunk? Pourquoi? Miért nem? Nous avons tout ce qu'il faut pour ça. Minden megadatott hozzá. Manque l'étincelle de l'esprit. A Szentlélek szikrája hiányzik. C'est comme un jeune qui a préparé son examen. Mint az a fiatal, aki fölkészült a vizsgájára. Il a bien étudié. Sokat tanult. Bien mémorisé. Megpróbálta memorizálni. Et il arrive à l'examen. És elérkezik a vizsgára. Blanc. Bolcsában. Comment rien. Semmi sem megy. Il a tout oublié. Mindent elfelejtett. Ça vous est arrivé? Előfordult már veletek ilyesmi? Oui. L'esprit est lumière. Igen, a Szentlélek világosság. L'esprit est souffle. A Szentlélek fuvallat. L'esprit est force. A Szentlélek erő. Force. Erő. Énergie. Energia. Le symbole, c'est cette maison qui bascule. Ezt jelzi az a megremegő ház. Le symbole, ce sont ces apôtres qui tout à coup se trouvent remplis d'énergie. Ezt jelzik azok az apostolok, akik egyszer csak eltelnek energiával. De courage. Bátorsággal. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous? Mit jelent ez ma számunkra? Tout à l'heure j'avais une interview avec Béa. Az imént interjút készítettünk Béával. Sur l'islam. Az iszlámról. Et je disais, és elmondtam, que bientôt l'Europe n'existerait plus. Hogy nem sokára Európa nem fog létezni. L'Europe que vous connaissez. Európa, ahogy ismeritek. L'Europe que vous vivez. Európa, amiben éltek. Les traditions hongroises, les chants. A magyar hagyományok, éneket. L'identité. Önazonosságotok. Tout ça un jour disparaîtra. Mindez egy szép napon eltűnik. Pourquoi? Miért? Pourquoi? Miért? Vous allez me dire je suis pessimiste. Azt mondhatjátok, hogy pessimista vagyok. Non. Nem. Je vois les choses de loin. Csak rálátásom van a dolgokra. L'Europe est en train de s'effondrer. Európa összeomlóban van. De s'effriter. Egyszerűen széthull. De s'écrouler. Ledül. Qu'est-ce qui manque? Mi hiányzik? L'esprit. A lélek. L'esprit. A lélek.
L'Europe a trahi l'esprit. Európa megtagadta a lelket. L'Europe a vendu son âme. Európa eladta a lelkét. Et l'Église elle-même est malade. És az egyház maga is beteg. Et la corruption est partout. A korrupció mindenhol jelen van. Alors, est-ce que nous allons assister à cette catastrophe? Akkor csak szemléljük ezt a katasztrófát. En nous croisant les bras. Karba tett kézzel. En déplorant la chose. És sajnálkozva. En disant c'est dommage. Azt mondja, hogy ó, milyen kár. À Bruxelles, la capitale de l'Europe. Brüsszelben, Európa fővárosában. Le nom le plus donné aux jeunes nouveau-nés. Az újszülötteknek leginkább adott keresztnév. C'est Mohamed. Mohamed. À Bruxelles. Brüsszelben. La capitale de l'Europe. Európa fővárosában. Des Bruxellois sont musulmans déjà. A brüsszeliek 40%-a már muzulmán. J'ai été dans une ville du nord de la France. Észak-Francia kisvárosban jártam. S'appelle Roubaix. Roubaix-nak hívják. Près de Lille. Lille mellett van. Et j'ai rencontré le responsable des 16 écoles catholiques de Roubaix. A Roubaix 16 katolikus iskola titkárával találkoztam. École catholique. Katolikus iskolák. 100% de musulmans. 100%-ban muzulmánok gyerekek járnak vele. 100%. 100%-osan. Vous allez me dire, nous en Hongrie, on est à l'abri de ça. Azt mondhatjátok, hogy ó, mi itt Magyarországon védettségben vagyunk. Holomon. Egyelőre. Pour quelques années. Néhány évre. Pour combien? De mennyi időre? L'Europe est menacée de par deux courants. Európát két irányzat fenyegeti. La gauche libérale. A bal liberális irány. Et l'islamisme. És az iszlamizmus. Si bien que vos valeurs traditionnelles. A hagyományos értékeitek. Vos principes. Az elveitek. Votre identité. Az azonosság, önazonosságotok. Est en train lentement de s'effriter, s'écrouler. A szép lassan szétforgácsolódik, összeomlik. Qu'est-ce qui manque? Mi hiányzik? L'esprit. A lélek. Et ça ne va pas commencer sur le plan politique. És ez nem politikai téren kezdődik. Ça va commencer en moi, en vous, en toi. Ez bennem, benned és bennünk kezdődik. Sans un réveil, l'Europe est fichue. Az ébredés nélkül Európának vége van. Mais nous dormons. De alszunk. Tout est beau. Minden szép. La nature est merveilleuse. A természet csodálatos. Il y a du soleil. Süt a nap. Mes frigos sont pleins. A hűtőszekrényem tele van. J'ai pas de problème. Nincs semmi gondom. Dormez, dormez, dormez. Aludjunk, aludjunk. Je viens d'Égypte. Egyiptomból jöttem. Et je sais de quoi je parle. És tudom, miről beszélek. Et j'aime l'Europe. És szeretem Európát. J'aime l'Europe passionnément. Szenvedélyesen szeretem Európát. Comme étant le bastion de certaines valeurs humaines et universelles. Mint bizonyos emberi és egyetemes értékek bástyáját. Mais il faut pas croire que ce qui a été sera toujours. De ne higgyük azt, hogy ami volt, az mindörökké lesz. Sans un réveil, sans un sursaut. Ébredés nélkül, felriadás nélkül. L'Europe va tomber. Európa elvész. Európa elvész. Une civilisation ne vit pas de technologie. A civilizáció az nem technológiából él. Ni de d'argent. Sem pénzből. Elle vit
hanem lélekből él. Et si cette fête aujourd'hui a un sens. Ha ennek az ünnepnek valami értelme van, c'est de nous réveiller. Az az, hogy fölébredünk. Et chacun de nous doit se sentir interpellé. És mindegyikünknek úgy kell éreznie, hogy megszólít a hang. Moi, de moi dépend le sort de l'Europe. Én rajta múlik Európa jövője. De moi dépend le sort de la Hongrie. Rajta múlik Magyarország jövője. De moi dépend le sort de mes enfants. Rajta múlik a gyerekeim sorsa. Ez súlyos. Je ne suis pas pessimiste. Nem vagyok pessimista. Il y a des chiffres. Csak vannak számok. C'est mathématique. Ez matematika. Alors n'attendons pas que tout s'écroule. Akkor hát ne várjuk meg, amíg minden összeomlik. Pour réagir. Ahhoz, hogy tegyünk valamit. L'église est à réinventer. Az egyházat újra kell gondolni. Je l'ai dit dans ma lettre au pape en 2007. 2007-ben ezt meg is írtam a pápának a levelemben. Ouvrez votre internet, tapez lettre au pape Henri Boulat. Menjetek be az internetre, írjátok be, hogy levél a pápának Henri Boulat. Et vous verrez ce que je dis au pape. És olvashatjátok, hogy mit mondtam a pápának. Alors, l'église est malade. Az egyház beteg. L'église ne sait pas où elle va. Az egyház nem tudja, merre megy. Et comme je disais tout à l'heure, l'Église est réinventée. És ahogy az előbb mondtam, az egyházat újra kell gondolni. L'Église que nous avons connue, que vous avez connue. Az egyház, amit ismertünk, vagy ismertetek. N'existera pas dans quelques temps. Egy kis idő múlva már nem fog létezni. La Hongrie que nous avons connue, que vous avez connue, n'existera pas dans quelques temps. Magyarország, ahogy azt ismertétek, nem sokára nem létezik majd. Vous n'en êtes pas conscient. Ezt nem is fogjátok föl. De elfogjátok ez. És az imént Beának hasonlatot mondtam. Vous avez entendu parler du Titanic, le Titanic? Hallottatok a Titanicról? Igen. Cet immense bateau. Ez a hatalmas hajó. Ce transatlantique. Ez az óceánjáró. Une merveille. Csoda volt. Il quitte l'Europe pour aller vers l'Amérique. Elindult Európából Amerika felé. Mais il cogne un iceberg. És neki ütközik a jéghegynek. Pendant ce temps, sur le pont du bateau. Ez alatt a hajó fedélzetén. Des hommes et des femmes dansent. Férfiak és nők táncolnak. À la musique de Strauss. Strauss muzsikájára. Et puis on trinque avec du champagne. Pesgővel kocintanak. Et on leur dit attention. És szólnak nekik, hogy vigyázzatok. Le bateau est en train de couler. A hajó süllyed. Oh, oh. Personne n'y croit. Senki nem hiszi el. On continue. Folytatják. Et puis vient. A mulatságot is egyszer csak süllyed. Le bateau qui s'enfonce. A hajó elsüllyed. Je dis ceci aujourd'hui parce que. Ezt ma azért mondom el. Parce que j'ai peur. Mert félek. J'ai peur que ce noyau de valeurs et de principes. Félek, hogy az értékeknek és az elveknek ez a magja. Que l'Europe incarne. Amit Európa megtestesít. Que le christianisme incarne. A kereszténység, amit megtestesít. Disparaisse. Eltűnik. Ce n'est pas une utopie dont je parle. Ez nem utópia, amiről beszélek. Ça vient, c'est aux portes. Ez itt áll az ajtóban. Étudiez l'histoire. Csak tanulmányozzátok a történelmet. Analysez l'actualité. Analizáljátok a híreket. Et vous comprendrez. És meg fogjátok érteni. Je suis pessimiste. Pessimista vagyok. Je suis réaliste. Realista vagyok. Mais malgré tout, de mindezek ellenére, j'ai en moi l'espérance. Reménység lakozik bennem. L'espérance.
a reménység. Une espérance qui est plus forte que tout désespoir. A reménység, amely erősebb minden reménytelenségnél. Il y a l'esprit. Van a lélek. L'esprit qui a soufflé autrefois sur les apôtres. A lélek, amely hajban az apostolokra fújt. Cet esprit, où est-il? Ez a lélek hol van? Il dort. Alszik. Se repose. Pihen. Oui, il est là. Vagy itt van. Il est là! Itt van. Aujourd'hui. Ma. En vous, en moi. Bennetek, bennem. Envoie ton esprit et tu renouvelleras la face de la terre. Küld el a szent lelkedet és megújul a föld színe. C'est pas automatique. Ez nem automatikus. Non. Ça passe par moi. Nem, ez rajtam keresztül történik. Ça passe par mon choix. A döntéseimen keresztül. Ça passe par ma décision. A választásaimon keresztül. Ça passe par ma vie. Az életemen keresztül. Ça passe par mon engagement. Az elkötelezettségemen keresztül. Ça passe et ça se passe aujourd'hui. És ez ma történik. Aujourd'hui. Ma. Jour de Pentecôte aujourd'hui. Ma pünkös napján. Il faut que l'esprit souffle sur cette assemblée. A Szentléleknek ki kell áradnia erre az gyülekezetre. Ouvrez les portes et les fenêtres. Nyissátok ki az ajtókat, ablakokat. Sautez dehors. Menjetek ki. Criez, parlez, tapez. Kiáltsatok és beszéljetek és csapkodjátok az asztalt. Les choses ne vont pas changer de façon magique. A dolgok nem történnek meg varázslatosan. Nem. L'histoire est entre nos mains. A történelem a kezünkben van. L'avenir est entre nos mains. A jövő a kezünkben van. Il n'est pas écrit d'avance. Nincs előre megírva. C'est pas Dieu qui écrit l'histoire. Nem Isten írja a történelmet. C'est l'homme qui écrit l'histoire. Hanem az ember írja a történelmet. C'est nous qui écrivons l'histoire. Mi írjuk a történelmet. C'est moi qui écrit l'histoire. Én írom a történelmet. Quelle responsabilité. Micsoda felelősség. La vie est sérieuse, la vie est tragique. Az élet komoly, az élet tragikus. Un petit exemple. Kis példa. Lorsque l'islam a éclaté au 7e siècle. Amikor az iszlám felbukkant a 7. században. Il y avait à ce moment-là deux grands empires. Két nagy birodalom volt. L'empire byzantin. A bizánci birodalom. Capitale Constantinople. Constantinople. Avec le roi, le Basileus. Basileus. Et l'empire perse sassanide. És a perzsa birodalom. Deux immenses empires qui se disputaient le monde. Két hatalmas birodalom birtokolt a világon. En quelques années. Néhány évvel később. Avec quelques cavaliers arabes. Néhány arab lovag. Ces deux empires se sont effondrés. Hatására ez a két birodalom összeomlott. Quelques cavaliers arabes ont fait tomber deux empires. Néhány arab lovas megdöntötte ezt a két nagy birodalmat. Et aujourd'hui nous disons l'Europe. És ma azt mondjuk, hogy Európa. Amérique. Amerika. L'Occident. Nyugat. Quand l'âme disparaît, le corps meurt. A lélek eltűnik, a test meghal. Et l'âme est en train de disparaître. És a lélek eltűnőben van. Et les valeurs sont en train de s'écrouler. És az értékek összeomlóban vannak. Allons-nous assister à ça passivement? Passívan csak szemléljük ezt. Allons-nous accepter ça comme une fatalité? Elfogadjuk, mint valami fatalitást? Ou bien allons-nous dire non? Vagy nemet mondunk. Non! Nem. Nous, nous sommes faibles, fragiles. Mi törékenyek és gyengék vagyunk. Nous ne savons pas quoi faire. Nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Mais il y a l'esprit. De ott van a lélek. A lélek. L'esprit. A lélek. Qui prend
un homme faible et fragile. Aki a gyönge és törékeny emberből. Qui prend une petite fille de 15 ans s'appelait Marie. Vagy vesz egy ilyen törékeny ember, 15 éves kislány Máriát. Pour changer le monde. Megváltoztassa a világot. Cet homme faible et fragile. Ez az ember, ez a törékeny és gyenge ember, az te vagy. C'est toi, c'est moi. Te vagy, én vagyok. Nem bien, quoi faire? Mondhatjátok akkor, hogy de mit tegyünk? Vous croyez que j'ai la solution dans ma poche? Gondoljátok, hogy itt van a zsebemben a megoldás? Vous croyez que je vais vous la sortir comme un mouchoir en disant voilà la solution? Gondoljátok, hogy úgy előhúzom, mint a zsebkendőmet, hogy na itt a megoldás? C'est pas la solution. Nem tudom a megoldást. Vous, nektek kell kitalálnod. C'est chacun de vous à réfléchir. Mindegyikőtöknek el kell gondolkodni. Dieu nous a donné une tête. Isten fejet adott nekünk. Et nous devons l'utiliser. Használnunk kell. Nous avons tout reçu. Mindent megkaptunk. La vie, la santé, la nourriture, l'éducation. Életet, egészséget, táplálékot, nevelhetést. Nous sommes des gens comblés. Teljesen betöltött emberek vagyunk. Comblés. Mindenünk megvan, mindenünk. Il vous manque, qu'est-ce qui vous manque? Hát mi hiányzik nektek? Et qu'est-ce que nous donnons en contrepartie? És mit adunk cserébe? On reçoit, on reçoit, on reçoit. Csak kapunk, kapunk, kapunk. Mes droits, mes droits, mes droits. A jogaim, a jogaim, a jogaim. Et mes devoirs. És a kötelességek. Et ma responsabilité. És a felelősségem. Sortons de notre cénacle. Menjünk ki az emeleti teremből. Sortons de notre cercle. Menjünk ki a saját köreinkből. Sortons de notre ego. Lépjünk ki az egónkból. Sortons de notre peur. Lépjünk ki a félelmünkből. Sortons de notre doute. Lépjünk ki a kétségeinkből. Sortons de notre timidité. Lépjünk ki a félelmünkből. Et disons, je peux. És mondjuk azt, hogy igen, meg tudom tenni. Comme disait Obama, yes, we can. Ahogy Obama mondta, igen, meg tudjuk tenni. We can, yes, we can. With him we can. Ő vele meg tudjuk tenni. Hisztek ebben? Magikban. Én hiszek. We can. Meg tudjuk tenni. Avons-nous un message à transmettre? Van átadandó üzenetünk? Avons-nous quelque chose à dire? Van mondani való? Bien sommes-nous dit? Vagy üresek vagyunk? Je vous dis parler. Azt mondom, hogy beszéljetek. Vous me dites, qu'est-ce que je vais dire? Ti azt mondjátok, na jó, de mit mondja? Je n'ai rien à dire. Semmi mondani való nincs. Une parole, ça se prépare. Az szavakat elő kell készíteni. Ça se prépare par une réflexion, par une méditation, par une vie. Elő kell készíteni gondolkodással, elmélkedéssel, az élettel. Il faut que la parole soit dans le ventre, dans le cœur, avant de jaillir comme un volcan. A szónak benne kell érlelődni a szívünkben, mielőtt kitörne, mint a vulkán. Préparons-nous. Préparons-nous. Készüljük, készüljük. Parlez-vous. Készüljetek. Envoie ton esprit, Seigneur. Urunk, küld el a Szent Lelket. Et tu renouveleras la face de la terre. És megújítod a föld színét. Amen. Amen.